Üdv mindenkinek, Szkudéria vagyok, és újra a Rustból jelentkezem, folytatom a kis építkezést itt a házikóba, házikon belül, de aztán majd mindjárt kívül is lesz építkezés. Elkészült egy-két lámpi, ezeket lerakosgatom ilyen jobb helyekre, ahol hát szerintem itt a sarkokba rakok egyet-egyet, aztán ez valami fényt azért már produkál, tehát ezek nem egy nagy dílek, nyugodtan lehet őket halomba szórni mindenfele. Ja, a chatet azt kikapcsolom, a remove most nem kell, mint parancs. Oké, jó. Hát igazából nem csináltam meg itt a tetejét, de most már nehéz ide fölmászni, de ha mégis, akkor igazából itt nem lehet nagyon bejutni a házikomba. Készen az ágyam. Ha-ha. Végre lesz ágyam is. Ide gondoltam ide lerakni valahova. Úgyhogy beférjek tőle, de azért... esetleg mögé is lehessen menni. Olyan mögé nem kell, jó lesz így. Nem láttam a szélét, az a baja. Jó lesz így. Oké, arra fele van a fejem, nagyszerű. Ide kéne még egy lámpa majd. De ez egy tökéletes kis hálószoba itt fönt a sarokba. Itt meg ugye létrejött a fegyverszoba. Ide fogom majd a töltényeket, meg ilyesmiket bezárni. Aztán akkor ott tök jó helye lesz neki. Itt meg a kis erkélyem. Hát még jó sok lámpa kell majd, meg rács az ablakok. Nem tudom rácsba, hogy állok egyébként. Itt fölül van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itt olyan egy 10 darab. De szerintem van bőven annyi ízém, ilyen fám. Ezeket itt le tudom gyártani, és akkor ezzel már nem lesz gondom. Fajtó az van. Az biztos, hogyha fából akarom ezt megoldani. De ezeket lecserélem majd fémre, mert minek legyenek fajtóim, mert jó állok fémből. Az egész házat le tudnám fémesíteni szerintem. Ami nem is hülyeség, lehet, hogy megteszem majd, mert nagyon sok fémem van. Gyakorlatilag abból is jól állok. Jó, a rácsokat, azokat nem tudom, hogy megvárjam-e. Hát egyelőre nem, majd visszajövök, ráíraz. Most lemegyek, hogy állok itt az alkatrészekkel. Jó, némi fát veszek magamhoz. Nem az üres ládából, hanem nem is innen, hanem innen. Hú, a 28 ezer fám milyen szépen megfogyott. Azért. Na, és akkor levegyünk, megnézzük, mi a helyzet itt a előtérnél. Hogyan lehet kialakítani itt egy viszonylag nagy, de jó kis placot. Háromszögekkel kell mennem, az biztos. Nem ilyenekkel, hanem ilyenekkel. Megnézzük, ha kell, akkor visszabontom majd. Ide nem engedi, ide engedi. Jó, nekem ez így jó. Jó, ez így? Ha így megyek így háromszögbe, hadd nézzem, vagy föl lehet erre ugrani valahogy. Nekifutásból mondjuk esetleg, nézzük meg. Aha, így föl, oké. Jó. Egy darabig megyek errefele. Hát mehetek egyenesen is végül is. Ha engedi itt nekem. Olyan nagyon nagy placot nem akarok lekeríteni. Mondjuk így elkezdek arrafele tendálni. Azt se tudom, hogy ez valahogy kijöhet-e jól. Egyébként arrafele mennyire lehet építeni? Lehet építeni errefele? Ugyanúgy kéne megcsinálnom, ahogy itt van. Tehát kijött egy teli. Az egy kocka. Egy kocka elemet ide lerakunk. Ezután valahol ide. Úgy, és akkor utána pedig... azt hiszem így volt, de itt meg már egy háromszög van. Én így gondolom. Hogy ez valahogy így néz ki. Nem? Nem tudom ám biztosan. És akkor ott pedig a háromszög elem után egy kocka. Hát ez elég cinkes. De valahogy így volt ez, igen. Így.
Hát ezt meg kell néznem sajnos. És lehet, hogy kell használnom a remove toolt. Na nézzük. Tehát, ja, ez egyértelmű. Most már egyértelmű. Oké, okay, hát akkor szimmetrikus lehet a dolog. Tehát itt egy ilyen volt. És akkor abból jöttem ki én háromszögekkel. Elkezdtem menni valahogy. Mindjárt meg is nézem még egyszer. Tehát abból kijöttem háromszögekkel és leraktam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 háromszöget. Megpróbálom. Legfeljebb visszabontom. Tehát itt van ez, és akkor innen 11-et leraktam. De milyen irányba? Vajon így? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nem tudom, hogy ide enged. Ide meg már nem enged. Aha, jó. Akkor ez bontás. És akkor erre fele kell mennem, és akkor azt fogom majd átalakítani, úgy néz ki. Vagy így hagyom. Hát ezt most már megnézem, mert ha ez így kijön nekem pengére, nem jött ki pengére, akkor viszont ezt így lebontom. Mert akkor nem kell ez ide. Az ott elég jól bele mászott. Ez se kell. Megerősítettem, mielőtt lebontottam. Oké, okay. Ez így jó. Itt lett egy belső udvar, ami ilyen érdekes formájú, de teljesen jó. Nekem ez így teljesen tetszik. Itt majd lesz valami kiáratot, majd eszközölök valahogyan. Nem tudom hogyan, lehet, hogy éppen itt. Ide rakok egy feljárat, vagy ahol a kő van. Lehetne itt, ahol a kő van. Itt úgyis mindegy a dolognak. Hogyha ide enged rakni. Megnézzük. És nem is akadályoztat vele. Oh, ja, legyen itt így. Jó. Még azt kéne megnézni, hogyha itt tudnák menni háromszögekkel. Itt már nem enged. Ehhez, de enged. Akkor ameddig ezzel tudok menni, addig ezzel megyek így. Ide még beengedi rakni. Jó. Jó, jó, jó ez így. Ez egy érdekes kiszögelés lett itt. Oké, innen bontom akkor. Vissza. Ez egy érdekes belső udvar lesz így, de összességében még azt mondom, hogy így egész ilyen arányos lett. Sőt, tehát ezt is leszedhetem, szerintem ezt a háromszöget ez annyira nem fontos itt talán. És akkor nem látni semmit szerencsére, de ez kell ide egyébként. Vajon? Miért raktam ezt ide? Szerintem azért nem jött ki, mert itt is háromszög volt, nem kocka. Úgy gondolom. Mindegy, most egyelőre marad, majd maximum a remove tool-lal visszaszedem. De ez a része, ez jó, az biztos. Itt meg mindegy, hogy néz ki nagyjából. Hogy ezt lebontom. Tehát tényleg nem látni semmit, most komolyan ide fogok rakni egy tábortüzet, mert nem látni semmit. És akkor utána megpróbálom ezt itt rendbe hozni, ezt a részt. Hát itt jobban befordulni nem tudok szerintem. Itt marad egy rés a pajzson, ha így csinálom meg. Vagy visszabontom, és akkor tényleg be kell raknom ide egy ilyen szögletes elemet. Annyira nem rossz az sem egyébként, megjegyzem. Mert lehet itt egy ilyen nyugodtan.
Na, elkészült, elkészült a tábortüzem, nagyszerű. Hova rakjalak le? Hát erre nyugodtan szerintem, hogy nem is tudom, kívülre rakjam. A kezdés az biztos, kb. Vagy nem biztos, de nem érdekes. Na. Jó, ez így. Itt ilyen falszerű lesz ez a dolog. Itt is van egy fura része a dolgoknak. Ezt lehet, hogy ezt le lehetne szedni még. Ezt és ezt. Mert itt is összeér a kerítésem önmagával. Igazából. Vagy hogyha belülről kezdeném, akkor még jobb lenne talán. Nézzük csak meg ezeket a háromszögelemeket, ha innen mennék. Így kezdenék el befele menni, akkor ezt is leszedhetném talán. Még egy tábortűz ide is, mert nem látok itt se semmit. Ez jó lesz egyébként. Ó, van fákjám. Tök jó éjszaka építeni, ezt imádom egyébként. Jó, akkor ezt a kettőt lehet visszabontani, ezt, meg ezt. Oké. Okay. Jó, és akkor hát ezt hagyhatom itt, ezt a kis kiszögellést. Ez szerintem nem zavarott már senkit. Meg ez a legjobb design. Összességében nézve, ahogy így látom. Viszont itt meg lehetne azt csinálni, lehet, hogy itt így bejönni. Aha, és akkor ezt itt megszüntethetném. Meg ezt is. Oké, így összeomlott a tábortüzem is. De nincs semmi gond, mert hogy itt van az új tábortűz, amit ide lerakhatok nyugodtan. Tudom, hova raktam, de ott tökéletes lesz. Oké. Okay. Na, ez így jó. Ez így jó lesz. Még egy tábortűzet rakunk ide ennek a sarkára is. Jó, hát itt is lesz akkor egy ilyen elkerített rész. Már 12 percét éjszaka szerencsétlenkedek vele. Na, akkor viszont megcsináljuk a falát. Az egyetlen falát ennek. Hát 100 fa az nem vészes, úgyhogy jöhetnek a tábortüzek. Még egy tábortüzet is kérek, meg még egyet így. Ezek bontható dolgok, úgyhogy... Nem is tudom, hol rakjam. Talán ide. Itt lesz a következő tábortűz. Ez egy érdekesebb szitu itt. Nem tudom, hogy itt ezt hogy tudom megoldani, hogy itt van egy rés egyébként. Ide tudok rakni egy ajtót, amin lehet közlekedni. Lásd csodát. Ez így tök jó. Akkor ez itt ajtó lesz. Ide viszont ilyet rakunk. Egészen idáig, mert itt lesz egy ajtó, ezen lesz egy dupla ajtó. A bejáratomnak. Szuper éjszakai építkezést prezentálok itt. Egyet ide, nem inkább túlrakom az ajtón egyen. Hol az ajtófélfa? Itt az ajtófélfa, akkor ide. Jó, itt is lesz egy tűz. Na, ez így szuperul bele fog érkezni a falba. Na, ide is rakunk egy tábortüzet, az már biztos. Kb. Biztos, hogy itt lesz egy tábortűz. Oké, okay, és akkor ide... Ide, nem is tudom, ide rakjak egy ajtót. Rakhatok egy ajtót ide is. Sőt, akkor lehet, hogy inkább errefele kéne.
Nekem mindegy, ott is lehet az ajtó. Itt lehet kimenni arra fele, arra fele. Jó, elől is ki tudok menni végül is, az annyira nem vészes, nem kell annyi ajtó legyen. Itt is akkor lezárjuk ezt az ügyet. Egy. Jó. És akkor megint mehetek majd fire, mert az kelleni fog rengeteg. Ezt megerősítjük. Ez meg mehet fából szerintem, annyi még akad. De jó, nem égettem meg a lábamat. Ez egy érdekes ajtórendszer lett ott. Majd valamit csinálok belőle, nem tudom mire lesz az jó. Ott mondjuk, hogyha egy kis, valami kis tároló, az miért van ott fölül? Szóval ott sikerült oda raktam itt a sötétbe, egy plusz elemet. Elfogyott a fám, be kell mennem fire. Hangulatos kis belső udvar lesz ez. Nem is kicsi. Ja, ide elfér a vetemény, és ide rakom a kemencét, valószínűleg valahogy ide a sarokba, vagy ide, erre a részre, és akkor oda meg ilyen mindenféle növényeket el tudok vetni, ha lesznek. És akkor még egy teraszt kell majd csinálnom erre a felére, és itt meg ki kell bontanom. Nem is itt, hanem a következő szinten majd a dolgokat. 8000 fa. Elfogyasztottam, vagy 28000 fát már. Hogyha ez is elfogy. Már pedig elég jól el fog fogyni. Szerintem. Jó esélyes a dolog. A reggelre meg is lesz a nagy fal. És akkor még egy normális ajtót oda fogok majd rakni mindjárt. Egy kettes ajtót arra a részre. Megerősítem majd kőből az ajtófélfát. Két udvar között is lehetne valami átjárót csinálni, szerintem nyugodtan. Na most összekötöttem ezt és a másik udvart. Itt mondjuk ilyen bejárás még akad bőven, tehát itt lehet mászkálni. Ott lesz az átjáró lehet ezen a részen. Vagy épp ott, ahol a tűz van, az is lehet, simán ott is ki lehet nyitni a dolgot. Jó, most mennyi fám van? 5000 fám van. Most kérdés, hogy ezt elszórjam egy ilyen hülyeségekre, hogy itt ezt lefából, vagy ezt fából megcsináljam, mert igazából kőből kéne ezt végig megcsinálnom. Hát nem is tudom, nem is tudom. Ezt mindenképp megerősítjük, mert ez fix. Mennyi kell egy ilyenbe? 100 darab fa. Ebből meg legalább van 20, ez 2000. Hát... megerősíthetjük, ne rőzséből legyen. Ezt a legfeljebb majd felfejlesszük. Főleg azokon a helyeken kell majd felfejlesztenem, ahol be lehet mászni alattam, ugye a fa alatt be lehet mászkálni. Nem mint hogyha olyan veszélyesen, hogy bemászni, de mondjuk hogyha veteményes van, akkor azért elviszik a kukoricát, de mondjuk kajám is van, tehát arra sincs nagyon szükségem, de itt szebb, mindenképpen szebb. És ez már indok, hogy jobban néz ki a porta, akkor legyen fából. Lehet, hogy az összes fám elmegy rá. Simán lehet. Simán lehet, hogy el fog fogyni a fám. Na, valamennyi marad. Jó. Csak a következő epizódokban nem úszom meg, el kell mennem majd egy ilyen kővadászat körre, vagy ilyesmire. Meg favágni, tehát így farmolni. Az mindenképpen esélyes lesz. Jó. Ez megvan. És akkor fölülre meg egy terasz dukálna. Azt lehet, hogy azt adja a fát. Határeset. De elvileg kijön. Megnézzük egy, nyomunk itt egy remove-ot. Még az belefér itt az időbe, ide kell egy ajtót csinálnom.
Azt mondja, hogy menjünk a chatre. Bekapcsoljuk, és akkor... és akkor ezt szeretném kibontani. Kaptam érte 100 fát, és akkor gyakorlatilag más nem akartam még bontani. Hát végül is megnézhetjük, óvatosnak kellene, nehogy ráklikkeljek valamire. Nem, 7 másodperc az kevés ahhoz, hogy kiderítsem újra. Úgyhogy inkább visszafutok és megoldom ezt a részt. Már el is tűnt, nagyszerű, és akkor ide lerakok egy ajtót. Visszakikapcsoljuk a chatet. És akkor majdnem visszaraktam a régit, de nem, ügyes voltam. Ide pedig akkor mi is volt? Azt hiszem ilyet szoktam rakni, és akkor jön ki a lépés, nem? Vagy de? Hogyan vagyunk? Nem, nem így szoktam csinálni, hanem így ezt kiütjük. Csak ide meg egy kocek lesz. És akkor van meg a terasz, így van, jó. Na hát ez így tök jó lett, ezt még meg is tudom talán erősíteni, hogy ne legyen ilyen puha testű teraszom. Alulra meg föl tudok rá nyomni egy lámpát, de tök jó lett ez. Ez egy elég nagy terasz rész. A fura ajtómmal elfogyott a fa. Abból a tüzikéből szépen lassan fognak kialudni a reggelig. Na mindegy, akkor a kis korlátomat még összehozom. Egy korlát, két korlát és három korlát, hogy lenne potyogjak. Megerősítem és kész is a terasz. Ja. Oké, ez is maradhat ilyen nyitott szerintem nyugodtan. Ezt még megerősítjük. Jó, hát itt még nincsenek meg a nyílászárok, viszont elkészültek ezek a cuccok. Úgyhogy elkezdem berakosgatni az ablakokat. Talán pont annyi lesz, amennyi szükségeltetik ehhez a projekthez. Itt bekapcsoljuk a lámpát, hogy lássak. Oda is van. Oda, miért nem tudok berakni? Ó-ó. Jó, sikerült. Jön egy repülő. Hát, ha még ide dobná a cuccát. Még nem dobta le, úgyhogy még akármi is lehet. Nem látok füstöket, tehát nem hívta le valaki. Na. Most van kb. A torony környékén. Az már a domb túloldalán van. Vagy már ledobta korábban, az is lehet. Á, nem. Akkor ez már nem játszik. Na jó, rács megvan, ott is megvan, itt bent. Mindegyiken megvan. Helyes. Ide is rakunk egyet, meg ide is rakunk egyet. Akkor kész van. És el is fogyott, és 10 van, 10 volt pont. Oké. Okay. Egyen lejjebb, meg minden rendben rácsügyben. Gondolom itt azért már megcsináltam, így van. Jó. Jó. Oké, azért ez az epizód is elég tartalom dús volt. Éjszakai építkezéssel, meg egyebekkel. Kövem az nagyon kevés van, tehát azzal nem érdemes most így foglalkoznom. Fám is. Gyakorlatilag kinulláztam a fát, úgyhogy most nagyon kell farmolnom. 28 000 fát eltoltam itt a ház körül. Ja. Ja, igen. Akárhogy is nézzük, ez így van. Még azt esetleg megnézem, hogy hol lehetne megcsinálni a kiárást ide. Nem tudom, hogyan megy a kerítés. Ja, így megy a kerítés, tehát itt lenne evidens, hogy azt kibontom. Vagy ezt, de itt meg akkor a... Csináljuk meg a nagy kemencét. Meg tudjuk csinálni? Csináljuk meg a nagy kemencét, mert hogyha úgy elfér a nagy kemence abba a kis nyílásba, ahogy szeretném, mert egy elég, egy nagy kemence az elég nekem. Mi kell hozzá, még ilyen kell, igen.
Jó, ezt legyártjuk mindenképpen, és akkor visszapakolászok. Még maradt némi kövem. Hát, az elnyomjuk szerintem azt a némi követ. Aztán itt egy zsilipelem ezeket a dolgokat. Mondjuk követ ide gondoltam egyszer. Megerősítjük ezt. Megcsináljuk ezt. Ezt a részt itt elkezdem megcsinálni, és akkor ez tök jó lesz. Jó, itt már kőből van ez a rész. Jó, itt még be lehet jönni. Ezek szerintem már nem is olyan vészesek itt. Itt nem lehet bejönni. Ott ez még cinkes, ez a rész. Tehát igazából 150 kellett bele. Egy, jó, az nem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1500 kő. És akkor le tudom zárni ezt a placot. Ami teljesen, teljesen jó lesz így. Na, hogyan a nagy kemence? Azt még lerakjuk ma. Meg esetleg, amíg ez még készül, addig bemegyek és csinálok egy lámpát ide kívülre. Ha összejön. Ahhoz fém kell, meg ilyen. Megcsináljuk akkor 1, 2, 3, 4 ilyet. 5-öt kintre, egy. Ez semmi. Jó, 4 köve maradt azzal, nem igen, varjálok már. Úgy gondolom kint. Az ajtót nem érdemes megcsinálni szerintem. A nagy bejárat itt, mert amíg ez nincs kész, addig fölösleges, úgyis átjáróház lesz a cucc. Valamennyi fám maradt? 34 fám maradt, tehát egy falat nem tudok lerakni, nem több. Tök jó. Teljesen kinulláztam a készleteket így építésügyileg. Na ide gondoltam a sarokba, ide nem lehet betuszkolni valahogy. Valahogy volt ott kék, de olyan fura, hogy így ferdén van, nekem ez annyira nem tetszik nagyon. Elfér ott egyébként. Ez is egy ilyen... És elég köves ez a rész. Á, de olyan hülyén néz ki, hogy ilyen ferde. Inkább legyen akkor így itt egyenesen valahogy így. Na, így. Így. Ez így szuper jól néz ki. Nekem ez így tetszik. Ja. Jó. Akkor viszont itt lesz a kijárat. Ide fogom megcsinálni a kijáratot. És itt lesz egy lejáró is. A többi az meg így be lehet ültetni, hogy mindenféle hülyeséget lehet ide csinálni. Bátran. Egyébként ide lehet háromszög panelt berakni, vagy... Ez esélytelen. Persze most nem tudok lerakni, hogy nincs anyagom hozzá, de ide be lehetne, aha. Nem tudom, ennek van-e értelme, nem sok, minimális, semmi. Na nézzük, be tudom-e ide ugrással helyezni ezt a... Be. Úgy kéne, hogy kb. Középen legyek, tehát így, valahogy így. Kicsit előbbre, még egy kicsit előbbre. Oké, így jó lesz szerintem kb. Így. Jó, ez ide szépen levilágít majd, amennyire tőle tellik. És akkor elkezdtek elkészülni a lámpások. Hát ide rakok egy, nem tudom, hogy... Ezt lehet lakni lépcsőre, tök jó. Ha mik a terveim itt, az a kérdés, hogy ott lesz valami házikó, az biztos, mert ide csináltam egy ilyen hülye ajtót, úgyhogy ide mindenképp valami házikó jelleget kellene csinálnom. Itt majd lezárom valahogy, és akkor abban itt tudom, hogy lehet tárolni a szenet, vagy nem tudom én micsodát. De a többi azt talán nem kellene, hogy lefalazzam. Nincs nagyon értelme. Úgyhogy ide a sarkokra rakok ilyen lámpásokat. Minden sarokra rakok egyet. Azt hiszem 5-öt csináltam. Tehát oda is rakok 2-t, erre és erre, és akkor itt még lehet, hogy valamit itt ezen a részen is alkotok. Lehet, hogy éppen ide a létrához rakok egyet.
akkor nagyjából ki lesz világítva ez a plac. Még hány készül? 3. Szuper. Azt még megvárjuk. Na, azért itt is elhúztam az időt, ez is fél órás epizód lett. Oh, még van egy kis ilyenem, oké. Okay. Az azt jelenti, hogy be tudom rakni a feljárót, a tervezett feljárót. Megnézni, hogy hogy néz ki. Mert hogy itt lesz. Igen, itt fogok feljárni. Vagy lezárom ezt a részt. Azt is megtehetem. Mondjuk ebből a mennyiségből nem nagyon. Jó, ezt még nem rakom be, mert lehet, hogy itt ezt lezárom, ezt a placot teljesen. És akkor úgy oldom meg a kiárást. Az úgy teljesen jó. Na és ide pedig mindenképp följárót kell valahogy eszközölnem, és ez lesz a legcélra vezetőbb ezen a részen. Na. Ide nyugodtan rakhatok egyet, mert itt ez belülre esik. Kijön még egy fal, esetleg ide. Ja, ki. Hogy akarom itt a dolgokat, hadd nézzem. Hát itt legyen csak teli, vagy itt nem. Nehéz dolog ez. Ez teli legyen. Mindenképpen. És nem fogom ezt megépíteni, de ide, hogy elférjen kényelmesen, azért akartam lerakni, hogy nehogy akadályozva legyen. Így. Itt lesz egy lámpás. És azóta még egy elkészült, és ha minden igaz, akkor még egy készül, így van. Oké. Okay. Ezt mindenképpen ide kell tennem erre az alvégre. Azt inkább ide rakom, szerintem itt fog jól mutatni. Itt bevilágítja ezt a sarkot. És most egyelőre szerintem ide fogok még egy utcsót, és akkor a többi az majd kialakul. Ez viszonylag hamar elkészül most már, 17 szekundum múlva lesz kész. Jó, hát itt akkor lehet csinálnom egy kis raktárat, vagy valamit, nem tudom mit. Lehet, hogy akkor ez egy ilyen nagyobb lesz végül, és lehet nyugodtan egy ilyen nagyobb cuccot itt megoldani. Akár egy ilyen kis külső tornyot is oda lehetne húzni. Nem tudom, lett-e végül is kocka alakú terep tárgy lerakva, de nem nagyon. Illetve ide lett egy lerak, nem ide se. Sehova se. Nem lett. Mindegyik háromszögből áll. Akkor jó. Akkor mindegy. Na, akkor ezt ide lerakom a sarokra, aztán akkor meg is vagyunk mára. Oké. Okay. Ez így szépen ki lesz világítva, hogy nagyjából az egész beludvar. Van egy lámpa ott, 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 itt egy kicsit ritkábban vannak elhelyezve, még egyet kell majd oda a kemence környékére is raknom, és akkor egész jó lesz a plac. Jól van, köszönöm akkor a figyelmet, én az első udvarból köszönök el most ezúttal, és hát jövök vissza a következő epizóddal, akkor nagy valószínűséggel egy túra lesz, kő és fa szerzés lesz a cél, azt hiszem ezt az erdőt itt kitakarítom, amit látszik a háttérbe. És elmegyek arra fele mondjuk, mert arra fele nem is jártam még. Ja, arra fele nem is jártam még, bár azt hiszem arra van a tenger, az a pálya széle. De lehet, hogy megnézem arra, mi a pálya, vagy éppen fölfele, arra fele, arra az irányba. Jól van, oké, bemegyek, hazamegyek. Nehogy itt kint maradjak véletlenül is. Helikopter incidenst is megúsztam a közelmúltba, úgyhogy nagyon optimisten tekintek a jövőbe. Na, köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen. Nem tudom ez mikor megy ki, de ez azért már ugye a hétvégére satszolom valamikorra, a következő hétvégére. Mert ezt most veszem föl éppen 19-én, úgyhogy ez majd a következő hétnek a végén lesz valamikor content. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!